Az oszmán-török haderő megpróbálta 1683-ban elfoglalni Bécset, azonban nem jártak sikerrel. Ennek apropóján európai összefogás jött létre a törökök kiűzésére. A török ellenes szövetség tagja volt a Habsburg Birodalom, a Lengyel Királyság, Velence, Oroszország. 1686-ban Budát sikeresen visszafoglalták a törököktől. A felszabadító seregben kurucok is harcoltak, mivel a törökök elfogadták Tököli Imrét, a vezérüket. Ennek ellenére Zrínyi Ilona, Tököli felesége még 3 évig kénytelen volt a Habsburg csapatokkal szemben védeni Munkácsvárát. A török ellenes szövetség sorra szabadította fel a törökök által uralt várakat, 1697-re Savoyai Jenő vezetésével elsöprő győzelmet arattak Zentánál. Az oszmán birodalom teljes vereséget szenvedett, kénytelenek voltak belemenni a béketárgyalásokba. A karlócai békét 1699-ben kötötték meg, amiben a törökök elismerték az akkori Magyarország határait és annak sértetetlenségét. Ezzel véget ért a 150 éves török uralom. A hódoltság területén azonban ez alatt az uralom alatt falvak pusztultak el, csökkent a népesség aránya a térségben, ezzel a magyarok aránya is. A felszabadítást követően a Habsburg udvar lemondatta a magyar rendeket a szabad királyválasztás jogáról, a magyar nemesi családok birtokaikat nagy nehézségek árán kaphatták csak vissza, de az esetek többségében még erre se került sor. A jobbágyokat kötelezték arra, hogy szállást biztosítsanak az idegen katonák számára, az erdélyi fejedelemség megszűnt, vagyis Erdély nem volt innentől önálló ország. A Habsburg birodalomhoz tartozott, mint a birodalom önálló része, amit Bécsből kormányoztak.